hiszen ez a mai nap az ő ünnepük, főleg az övék, mert elkészült a régóta várt óvoda felújítás, és gondolom, és azt hiszem, hogy így is fog történni, hogy a jövőben ők fogják a legtöbbet birtokolni ezt az épületet, azok az óvodások, akik itt vannak, és természetesen azok is, akik a mai kis ünnepségünkre nem jöttek el, de remélhetőleg hétfőtől teltházzal fog üzemelni az óvoda. Köszöntöm tehát az óvodásokat, a szülőket, óvónőket, köszöntöm azokat, akik a felújításban tevőlegesen is részt vettek, Boros Milán urat, a kivitelezőt, és Arany Attilát, a tervezőt, műszaki ellenőrt, és ugye mivel a protokollt megfordítottam, nem utolsó sorban Szászfalvi László képviselő urat, területünk országgyűlési képviselőjét. Amint említettem, nagy nap ez a falu életében, hiszen az óvoda az elmúlt évtizedek során szinte azt kell, hogy mondjam, elismerve akár a mi hibánkat is, viszont nem teljes mértékben csak a mi hibánk volt, mármint a fenntartó önkormányzaté, hogy évek óta, évtizedek óta sanyarú sorsot ért meg. Az épület elkészülte óta, ami 72-es, 73-as években volt, ha jól emlékszem, akkor épült ez az óvoda, hiszen én még, meg a velem egykorúak a másik óvodába jártunk, az úgynevezett régi óvodába. Azóta ez az épület szinte évente csak egy tisztasági festést, meszelést kapott, semmiféle komolyabb felújítás nem történt. Az idei évben sikerült elérnünk azt, hogy egy pályázat útján annyi pénzt tudtunk elnyerni, hogy kevés önerővel, de azért mégiscsak hozzátettük nem csak az anyagi részét, hanem szó szerint az önerőnket is, hiszen az önkormányzati dolgozók, a közhasznú dolgozók és mindenki, aki élt és mozgott a faluban, az idei nyár legnagyobb részét azzal töltötte, hogy itt az óvoda körül serénykedett. Hát sajnos még nagyon sok minden vissza van, hiszen ez a pályázat csak arra futotta, hogy konkrétan az épületet újítsuk fel. Amint az látható, akár kívülről is, meg majd később belülről, elkészült a tetőszerkezet felújítása, külső szigetelést kapott az egész épület, a nyilászárókat cseréltük ki, és belülről szinte minden helyiség megújult, sőt, akik már régebb óta is ismerik az épületet, és jártak bent, szülők, és akik ide jártak óvodában, azok is, úgy gondolom meg fognak lepődni, hogyha belülről is megnézik az épületet, hiszen jó pár helyiséget átalakítottunk, megszüntettünk nagyon sok szűk folyosót, kis raktárhelyiségeket, és megpróbáltuk otthonosabbá, élhetőbbé tenni ezt az épületet. Reméljük, hogy tetszeni fog mindenkinek, és leginkább a gyerekek fogják élvezni ennek a hasznát. Úgyhogy, amint említettem, nem fejeztük be a munkát, remélhetőleg folytatni fogjuk jövőre is, hiszen a óvoda felújításán túl jelenleg is van egy pályázatunk, egy élő beadott pályázat, aminek keretében szeretnénk a konyhát is felújítani, hiszen most sajnos ez kimaradt ebből a felújításból. Azon kívül sajnos, ha itt körülnézünk, az udvar is kopasz, hiszen a régi, elavult játékokat be kellett szüntetnünk, el kellett bontanunk, újakra viszont sajnos még nem sikerült szert tennünk. Úgyhogy van még a jövőre nézve is nagyon sok feladatunk. Reméljük, hogyha erőnk, energiánk és a fentebb valók is úgy gondolják, akkor ezt meg fogjuk tudni oldani majd a következő években. De addig is remélem, hogy mindenki megelégedésére fogja használni az épületet, és a gyerekek nagy örömükre tudnak játszani, tanulni, szórakozni itt az óvodán belül. Én jelenleg ennyit szerettem volna egyelőre mondani. Most, ha jól tudom, még következik egy kis vers, és akkor utána majd átadom a szót képviselő úrnak. És a lábam, és a kezem,
mindig külön jár az nekem. Aludni kell, tudom én is, de a lábam rugdal mégis. A kezem se szót fogadó, szamár fület mutogató. Minden gyerek rajtam neve, csak az óvó néni, dadus néni szeret. Megsúgtam a titkot néki, jó vagyok én, óvó néni, dadus néni. Csak a lábam és a kezem nem fogad szót soha nekem. Kedves óvisok, kedves óvónénik, kedves szülők, jelenlévők, kedves polgármester úr! Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a nagyon szép ünnepségen. Én azt gondolom, hogy talán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mindannyiunk számára a legfontosabb drága kincsünk a gyermekeink és az unokáink, a jövő nemzedéke. És én azt gondolom, hogy bárki bármi módon is gondolkodik a világról, bárhová is tartozzon, mindannyiunk számára ez egy olyan közös kincs és egy olyan közös felelősség, egy közös feladat, amely azt jelenti számunkra, hogy mindenkinek megvan a felelőssége, hogy mit kell tenni ezért. Az államnak, az önkormányzatnak, önkormányzatoknak, a dolgozóknak, szülőknek, mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy a gyermekeink úgy nőjenek fel, úgy nevelkedjenek fel, családban, az intézményrendszereinkben, hogy aztán ők testben, lélekben, egészségben nőhessenek és lehessenek a magyar társadalom felnőtt tagjaivá. Én azt gondolom, hogy ezért van óriási jelentősége ennek a mai kis ünnepségünknek, és azért is, mert az álmok megvalósulnak. Én azt hiszem, hogy ez nem csak a szlogenekben igaz, hanem a mindennapi életünkben valósággá lehetett, konkrétan mondhatom, hogy itt is, hogy egy-egy álom az meg tud valósulni akkor, hogyha ezért az álomért tudunk dolgozni, hogyha ezért az álomért kitartóan tudunk dolgozni, és hogyha hiszünk ezekben az álmokban, hogy ezek az álmok, ezek jók, ezek fontosak, ezeket meg kell valósítani, és azért tennünk kell. Én legelőször is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, hozzájárulását, akik tettek valamit azért, hogy ez a mai ünnepség létrejöhessen. Pályázatot elkészítették, aztán utána a győzelem és a döntés után ezt a pályázatot megvalósították, kivitelezték, lebonyolították, aztán utána ezt rendbe kellett még tenni, ki kellett takarítani, be kellett rendezkedni, parkosítani egy kicsikét. Tehát szeretném tényleg mindenkinek megköszönni azt a sok-sok munkáját, áldozatát, amelyel hozzájárult ennek a beruházásnak a megvalósításához. Én azt gondolom, hogy az a közös felelősség, amiről az imént beszéltem, az elmúlt esztendők területén és időszakában sok tekintetben valósággá tudott lenni, hiszen sok-sok év óta vártunk arra, hogy a köznevelési rendszerünkben változások történjenek, sok-sok idő óta vártunk arra, hogy ne csak erkölcsi, hanem anyagi elismerésben is tudjanak részesülni azok a szakemberek, akik ebben az oktatási nevelési rendszerünkben tevékenykednek és dolgoznak, és évek óta vártunk arra, hogy meginduljon egy olyan intézményrendszeri felújítás, amely nem csak egy-egy ponton, hanem az egész országban szisztematikusan, rendszerezett módon sok-sok intézmény felújítását jelentheti. Azt jelezhetem ezen az ünnepségen, hogy itt az úgynevezett hátrányos helyzetű térségeinkben is az elmúlt esztendők során számtalan intézményt adtunk át, megújult intézményt, iskolákat, óvodákat, bölcsödéket és egyéb más olyan intézményt, amelyek a gyermekeinknek az egészséges neveléséhez, a gyermekeinknek az egészséges testben, lélekben való növekedéséhez szükségesek. Én azt gondolom, hogy ez a felelősség az, amely kötelez mindannyiunkat a jövőben is, és ez a felelősség az, amely az elkövetkezendő időszakban is majd azt a feladatot és felelősséget adja nekünk, döntéshozóknak, képviselőknek, polgármestereknek, kormányzati szerveknek,
hogy menjünk tovább, és ezeket az intézményeket részben tovább tudjuk újítani, tovább tudjuk fejleszteni, de ezen túl a belső szakmai tartalmakban is tudjuk segíteni ezeket az intézményeket. És persze az is egy közös felelősségünk, mindannyian szoktunk viccesen erről beszélni, hogy az is egy közös felelősségünk, hogy ezek az intézmények tele legyenek gyermekekkel. Nyilván ennek számtalan, hogy mondjam, intézkedési lehetősége van. Azt gondolom, hogy a kormányzati területen sokféle változás állt be a gyermektámogatási rendszerben, családtámogatási rendszerben. Nem akarom biológiai módon részletezni, mert mindenki tudja, hogy mire gondolok, de nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő időszakban minél több gyermek szülessen Magyarországon. Nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar megszületett gyermekekkel legyenek tele a magyar intézményeink, és ezt gondolom, hogy ezzel tudjuk magunkat itt Európában és Magyarországon is leginkább védeni, hogy együtt közösen óvjuk és védjük a saját hagyományainkat, a saját tradícióinkat, a saját értékeinket, és igenis, hogyha kell, a saját intézményrendszereinket is, a saját belső döntésünk alapján és elkötelezettségünk alapján. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény a továbbiakban is fejlődni fog. Biztos vagyok benne, hogy az itt dolgozó szakmai tudásukkal, lelkiismeretes munkájukkal, lelkesedésükkel hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az idejáró gyerekek örömmel jöjjenek ide, jól érezzék itt magukat, és valóban az alatt a néhány esztendő alatt olyan érettségről tegyenek majd tanúbizonyságot, amely majd az iskolai felkészítés területén is látszódni és tapasztalható lesz majd. Én azt kívánom tehát, hogy mindenki érezze jól magát itt ebben a megújuló, gyönyörű, szép óvodában. A legelsősorban persze a gyermekek, de azt kívánom, hogy itt munkát végző szakemberek is, óvónénik is érezzék jól magukat. Azt kívánom, hogy a szülők örömmel hozzák ide a gyermekeiket, és végül azt kívánom, hogy legyen gyermek, legyen sok gyermek, legyen tele mindig zsivallyal ez az óda és ennek az udvara, mert ez fogja jelenteni azt, hogy ennek az intézménynek van jövője, van létjogosultsága, és végső soron ennek a településnek van jövője, és van létjogosultsága, és sok ilyen településből áll össze, hogyha azt kimerjük és ki tudjuk mondani, hogy ennek a nemzetnek és ennek az országnak van jövője, és van létjogosultsága. Isten éltessen mindenkit ebben az óvodában, kicsiket és nagyokat egyaránt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Óvoda, de fényes az ablaka, de tágas az ajtaja, de szép tiszta minden terme, zsibong a sok gyerek benne, olyan, mint egy kacsalában forgó ékes palota. Hely óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda, Baranyi Lavró hívja. Kuti Dávid vagyok. Tapak László Gábor. Nagy Máté Kisztó. Fej Zoltán. Bátran, nyugodtan. Hajvát Tibor. Jó, jó. Takács Patrik. Balkonyi Fanni. Akkor most, hogy a hagyományoknak is adózzunk, átadjuk a képviselő úrral ketten közösen
az óvodát a gyerekeknek, és ezt egy szalagvárással fogjuk megünnepelni. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos óvodát! Sok szeretettel várunk mindenkit, hogy tekintse meg a tényleg csodálatos óvodánkat. Köszönjük! Ugye, jó az óvod? Fantasztikus jó az óvod. El vagy, tessék! Mindenki! Gyerekek! Jó!